Szabadlábra helyezték a gyerekkínzással és szexuális bűncselekményekkel vádolt szigetszentmiklósi szülőket. Óriási felháborodást váltott ki az ügy. Hogy megértsük, hogy mi történhetett, dr. Stummel Vera, a Patent Egyesület jogásza a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önöknek volt már az elmúlt időszakban egy bírósági monitorozási programja, amikor családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyekben ültek végig bírósági eljárásokat. Az ott szerzett tapasztalataik alapján mit tud mondani arról, hogy vajon ebben az ügyben mi történhetett? Azok a tapasztalataink is nagyon hasznosak, de ezt a programot, ezt laikusok végezték, tehát a bírósági tárgyalásokat állampolgárok figyelték. A mi tapasztalatunk az főként a saját jogsegélyszolgálatunkra befolyó évi több száz ügyből származik, és a bántalmazott nők és gyerekek jogvédelmét látjuk el, és innen származik a igen jelentős tereptapasztalatunk. Sok pontja van ennek az ügynek, de a konkrét ügyről arról nem szeretnék beszélni, mert nem ismerjük egyáltalán a részleteket, úgyhogy én inkább a rendszerről szeretnék beszélni, a rendszernek a működéséről, és arról, hogy mi miket látunk problémásnak. Mit látnak problémásnak? A nők elleni erőszak a jogalkalmazásnak az a területe, ahol a legtöbb társadalmi sztereotípia érvényesül, és sajnos a döntéshozók is nagyon gyakran ezek a sztereotípiák és nem valós tények alapján hozzák a döntéseiket. Úgyhogy nekünk az a meglátásunk, hogy egy nagyon átfogó szakemberképzésre lenne szükség, mind a gyerekvédelmi szervek, mind a rendőri szervek, mind az igazságügyi szakértők és mind a bírók tekintetében. A nők elleni erőszakról már sok szó esett egyébként ebben a műsorban is, és az ilyen típusú eljárásoknak a problémáiról, és itt nyilván az egyik gond az az is lehet, hogy a bíróságok is úgy közelítik meg a társadalom is, hogy itt két felnőtt ember kapcsolatáról van szó, nem lehet belelátni, hogy pontosan mi történt, ki provokálta a másikat, és így tovább, de azért az egy teljesen más helyzet, amikor gyerekeket bántalmaznak. És gondolom, hogy a bírósági eljárás is másképp kell, hogy működjön. Én azért a két felnőtt ember kapcsolatával is vitatkoznék, pont ez az egyik probléma. Abszolút értem, csak azt mondom, hogy a Szigetszentmiklósi ügy kapcsán beszéljünk a bántalmazott gyermekekről először, hiszen itt erről volt szó. Össze tud mosódni az eljárásokba az áldozatoknak a kiléte. Tehát amikor onnan indulnak ki a hatóságok, és gyakorlatilag általában onnan indulnak ki, hogy két egyenrangú fél a szülőpár, és akkor ők bántalmazzák, vagy valamelyikőjük bántalmazza a gyerekeket, ez egy téves kiindulási pont. Itt mindig van egy elkövető, aki nagyon pontosan körülhatárolható, ez az esetek 95%-ában a statisztikák szerint a férfi, és mindig van egy áldozat a nő, illetve amennyiben vannak gyerekek, abban az esetben vannak további áldozatok, ők vagy közvetlenül áldozatok a gyerekek, tehát vagy közvetlen áldozatai a bántalmazásnak, vagy közvetett módon. Én értem, hogy nem akarok konkrét ügyről beszélni, de azért, amikor például a gyerekekről az derül ki, hogy elhanyagoltan érkeznek minden nap az iskolába, óvodába, nem kapnak eleget enni, nincsenek megmosdatva, akkor nem valószínű, hogy az édesanyjuk rendesen törődött volna velük, és csak egy bántalmazó férfi hibája lenne, hogy olyan viszonyok uralkodnak a családban, amilyenek. Nem tudhatjuk, viszont a gyerekvédelmi szerveknek mindenképpen a látókörébe került ez a család. Több éven keresztül figyelték. Nem tudhatjuk, hogy mik azok a hiányosságok, vagy vannak-e ilyen hiányosságok, csak feltételezhetjük, hogy vannak. De abban biztosak lehetünk, hogy a gyerekvédelmi szakemberek, illetőleg akik a gyerekvédelmi jelzés leadására kötelezettek, óvónők, tanárok, védőnők, ezek a szakemberek nincsenek kiképezve a felismerésére a családon belüli erőszaknak. Hát az a döbbenetes sok egyéb mellett ebben az ügyben, hogy speciál ez a bizonyos jelzőrendszer, a gyermekjóléti szolgálat már 2005 márciusában azt a visszajelzést adta az óvodában, ahonnan jelezték, hogy gond van ezzel a családdal, hogy ha nincsen változás, akkor javasolni fogják a gyerekek családból történő kiemelését, és aztán ehhez képest még 7 évet töltöttek ebben a családban. Igen, hogyha ez így van, ez tényleg döbbenetes, mert ezeknek az ügyeknek sokkal gyorsabban kellene lezárulnia. Tehát akkor két probléma van, lehet, hogy a jelzőrendszerrel is van probléma. Lehet, hogy 2005-nél lényegesen korábban ki kellett volna derülnie, hogy egyáltalán gond van. Lehet, hogy nem kellett volna megvárni, hogy ezt az óvodából jelezzék, hiszen elvileg látogatták szakemberek a családot is a gyerekek születése óta. Érdekel az is, hogy mit gondol arról, hogy a jelzőrendszer miért nem működik. De a másik, hogy amikor van egy jelzés, akkor mi nem működik,
hogy ez a jelzés, ez nem vezet valami fajta következményhez sokkal rövidebb időtávon? Ha a családdal találkozó szakember ismeri a családon belüli erőszaknak a természetrajzát, felismeri, hogy itt két fél közötti hatalmi különbségről van szó, és pontosan be tudja azonosítani a bántalmazót és a bántalmazottat, vagy bántalmazottakat, akkor el tud indulni egy olyan folyamat, ami az áldozat védelméhez, vagy az áldozatok védelméhez vezet. Ha nem ismeri föl ezt a hatalmi viszonyt, akkor sajnos gyakorlatilag a sötétben tud tapogatózni, és nem tudja megtenni azokat a hatékony intézkedéseket, hanem inkább az áldozatot hibáztatja, azzal foglalkozik, hogy a nő miért csinálja, miért nem lép. Nagyon-nagyon gyakori, hogy azzal találkozunk, hogy nem kapják meg a támogatást a nők, családsegítő, ahova nagyon sokszor legelőször fordulnak azzal, hogy bántalmazza őket a férjük, még nagy bizalommal fordulnak az elején, azt a tanácsot kapják, hogy menjenek vissza, utána, ha a feljelentést tesznek a rendőri szervektől, sem kapják meg a támogatást, a feljelentésük nem olyan elintézés. Én értem, ez valóban egy nagyon fontos probléma, de ne haragudjon, hogy közbevágok, mi most egy másik történetben vagyunk, itt gyerekekről van szó. És lehet, hogy itt is van ennek ilyen eleme, lehet, hogy nem egyenlőek az erőviszonyok férfi és nő, anya és apa között. De a jelzőrendszer itt elsősorban a gyerekeket kell, hogy védje. És nem feltétlenül azt kell felismerni, hogy ki a hibásabb a szülők között abban, hogy olyan viszonyok uralkodnak egy családban, hogy olyan elhanyagoltak a gyerekek, hogy nem kapnak enni, hogy nincsenek megfürdetve, hogy bántalmazzák őket, hanem ebből a helyzetből elsősorban gondolná az ember, ki kell őket menteni. Ez hogy lehet, hogy nem történik meg, amikor 7 évvel korábban már felismeri egy óvónő, és aztán felismeri a szociális rendszer is, hogy probléma van. Ez igazából nem egy áldozat barát álláspont, hogy az a megoldás, hogy kiemeljük a gyerekeket. Tehát, hogyha ténylegesen felismerjük, akkor a gyereknek a megvédése, azaz anyának tud lenni a dolga abba az esetben, hogyha megkapja ehhez a megfelelő segítséget és támogatást. Hogy működne ez egy normális esetben? Hát gondolom, itt is stációk vannak valóban, az az utolsó eszköz, amikor már a gyereket kiemelik a családból, de vannak olyan esetek, és valószínűleg ez a Szigetszentmiklósi ilyen, amikor ennek kellett volna már sokkal hamarabb megtörténnie. Normális esetben az anya minden olyan segítséget meg tud kapni, amivel a fizikai, lelki és minden fajta biztonságuk garantálva van a bántalmazótól, és abban a közegben ő a mi tapasztalatunk szerint az esetek túlnyomó többségében teljesen normálisan tudja nevelni a gyerekét, ha nincsen bántalmazva. Tehát konkrétan mit kellett volna tennie, és kinek egy ilyen típusú ügyben? Az általános tapasztalat, hogy az irány, amivel ezeket az ügyeket megfogják, az nem a nőnek a kiemelése, a megsegítése, hanem a visszanyomás. Ez gyakorlatilag mind a hivatalok, mind a társadalom felől jön. Tehát bármiféle azt mondja, olyan... hogy egy ilyen esetben az lenne a leghathatósabb segítség, hogyha nem a gyerekeket veszik el a családtól, hanem esetleg az anyának segítenek. Persze, abban, igen. Hogy az anya és a gyerekek mehessenek el valahova biztonságos. Persze, helyre az apa ellen. Tehát az ő biztonságuknak a garantálása és az ebben való megsegítésük. Ön szerint teljesen elképzelhetetlen, hogy van olyan helyzet, van olyan család, van olyan nő, amikor nem ez a papírforma érvényesül, hogy egy apa terrorizálja a családot, hanem ebben a feleség is aktív szerepet játszik? Én csak a statisztikákra tudok hagyatkozni, ami körülbelül 95%-ban férfi elkövetőket mutat, és a maradék 5%-ban az egynemű párok is benne vannak. És a maradék 5%-kal mit lehet kezdeni? Hát mi azt szoktuk mondani, hogy annyira elenyésző, hogy általánosságban erről így tudunk beszélni, és én azt gondolom, hogy érdemes lenne a szakembereket első körben a 95%-ra és annak a kezelésére kiképezni. Tehát így a gyerekek elleni szexuális visszaélések esetében körülbelül 1%-ban tesznek feljelentést. Olyan nagyon magas a látencia, ezekben a bűncselekmények esetében a legmagasabb a látencia. Nagyon-nagyon kevés eset jut el a hatóságokig, és ami eljut, azoknak is a mi tapasztalatunk szerint a nagy része az utána megszüntetésre kerül.
sok esetben még a nyomozást sem rendelik el. Itt ugye volt nyomozás, az ügy eljutott a hatóságokhoz, a gyerekek egybehangzóan állítottak valamit, így és van. Aztán a bíróságon bizonyítottság hiányában, de a bíró azt hiszem úgy fogalmazott, hogy majd, hogy nem bűncselekmény hiányában, így ezt a vádpontot ejtették. Ez van. Hogy fordulhat elő ön szerint olyan esetben, és nem tudjuk, hogy itt valójában mi történt, de elvileg, ha megtörtént ilyesmi, hogy fordulhat elő, hogy ezt nem lehet bizonyítani? Ez nagyon-nagyon gyakori, és ennek az az oka, hogy a bíróság a döntést gyakorlatilag az igazságügyi pszichológus szakértők kezébe teszi. Akik mondjuk például ebben az esetben azt mondták, hogy szerintük kizárható, hogy szexuális bűncselekmény történt volna. Igen, innentől fogva egyenes út, hogy a bíróság biztos, hogy nem fogja elítélni, holott a döntést neki kellene meghozni. Azt a feladatot adja ki az igazságügyi szakértőnek, hogy arról nyilatkozzon, hogy élményszerű a sértetnek az elmondása, de tulajdonképpen ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy arról kell nyilatkoznia, hogy igazat mond-e a sértett, és innentől fogva ő biztosan azt a döntést fogja hozni. Itt viszont az a nagyon nagy probléma, hogy az igazságügyi szakértőket sem képzik ezeknek a bűncselekményeknek, ezeknek a cselekményeknek a pontos fölismerésére, és azok a módszerek, amiket ők használnak, például a tesztek, azok nem alkalmasak arra. Tehát egészen más módszerekkel kellene felderíteni azt, hogy megtörtént-e, mi történt, vagy hogy ők miről nyilatkozhatnak, például rögtön vissza kellene utasítani azt, hogy arról nyilatkozzanak. Amiben még nagyon nagy problémát lehet látni, és ez megint csak az ő képzettségüknek a hiánya, a társadalomban egy elterjedt nézet, hogy gyerekekkel szexuálisan pedofilok élnek vissza, ez nem felel meg a valóságnak, ugyanis a pedofília az egy betegség, a gyerekek elleni szexuális visszaélések nagy részét viszont olyan felnőttek követik el, akik egyszerűen hatalmat gyakorolnak a gyerekek felett, bántalmazók, és a hatalom gyakorlásának az eszköze abban az adott esetben a szexualitás. Ehhez képest viszont, mivel a szakértők valamiféle hajlamot, aberrációt keresnek, és kimutatják, mint ebben az ügyben is egyébként, hogy ilyen nem fedezhető föl a feltételezett elkövetőnél. Ez megint egy vakvágány, hiszen mondom, az elkövetők nagy része teljesen egészséges szexualitással rendelkező felnőtt ember, férfi. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam. Én köszönöm.